Nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen a Műpa színházi próbaterméből, ahová az adventi készülődés jegyében a Műpa visszatérő vendégművészeit hívja meg egy kis ünnepi játékra. Mai vendégeink a világzene, a jazz és a folklór mesterei, Bognár Szilvi énekesnő és Balogh Kálmán cimbalom művész. Sziasztok! Szervusz. Szervusz! Nem tudom, hogy mennyire áhozzátok közel a 3D-s mézes kalács házépítés, de ma ez lesz a feladatotok. Alapanyagotok van bőven, azt itt láthatjátok. Segíthettek is egymásnak, de a végén a nézők dönteni fognak majd, hogy melyikőtöknek sikerült jobban a házikója. Úgyhogy én most hagylak titeket egy kicsit dolgozni, aztán visszajövök majd, hogy beszélgessünk. Köszönjük szépen! Vannak cukormázaink, és ez a sok kis színes dugós. Igen. Jó, hát ez akkor... olyan, tudod, mint az üvegfesték. Nem szoktál üvegfestékezni? De minden reggel kezdek két üvegfestéssel, majd megcsinálok két mézes kalács házat, aztán megyek gyakorolni. Ó, nem aprózod el a kérdést, hallod. A maradékot majd megeszem. Halkan súgom, hogy a Kálmán már előre megkóstolta a díszítő elemek egy részét. Persze, hogy nehogy még, olyat adjak ki hát a kezemből, igen. Ehetetlen. Le kellett meózni, értem én. Kell várni egy ideig, amíg ez összeragad. Lesznek itt problémák. Nem lehetne, hogy én csak megeszem? Hát ez a Béni és Frédi kőkorszaki szakinak lesz a háza. Na lássuk, hogy hogyan állnak azok a házak. Igen. Két külön irányt képviseltek, ahogy látom. Kálmán, az a ház nincs egészen statikailag kimérve, ahogy én nézem. Itt viszont egy elég erős perfekcionizmust láthatunk, tehát addig nem vagy hajlandó tovább haladni, amíg nem tökéletes. Hát majdnem, azért ott van némi differencia a falak között, de ez szerintem... Ez a munkában majd... is egyébként jellemző rád, hogy addig mész. A maximalizmus? Igen. Eléggé, igen. És Kálmán, nálatok karácsonykor elő szokott kerülni a cimbalom, vagy félreteszitek a munkát akkor? Nem, a cimbalom mindig ott van. Mindig ott van. Sőt, most már több cimbalom van, több cimbalom, mint szoba. Na hát akkor én hagylak titeket, hogy tovább dolgozzatok. Nem tudom, hogy milyen épületet álmodtatok meg, de hajrá! Köszönjük szépen, hát ha sikerült. Megmutatom a kamerának. Ez egy hollywoodi díszletház. Viszont hátulról be lehet tenni egy minyont, vagy egy krémest. Na, viszonylag egyenes. Így már egyenes. Csillag. Na, nézzük. Mit tehetünk a másik házért? Ó, hát ez fantasztikus. Én rágok rajta egy ajtót, jó? Nagyon kedves vagy, köszönöm. Lehet, hogyha most így el tudod már engedni. Hozzáragadt a kezem. Ez így megállna. Megállna, de nem tart semmi. Figyelj, nem tudod. Maximum cukormázra tudnád. Hopp, igen, látod? Ez az. A lapos tető sokkal jobb megoldás, csak beázik. Igen. Na, ez most áll. Addig tessék lefotózni, amíg áll. Megehetem? Mindenképpen. Nagyon cuki a házad, és csupa napfény. Na, mutassátok, hogy mit sikerült alkotni. Ez az első életem első mézes kalács háza, és akkor azt gondoltam, hogy egy imitációt csinálok. Szilvi, hogy érzed a perfekcionizmusod? Utat talált? Köszönöm, kedves kérdésedet. Hát lenne rajta mit javítgatni, de szerintem első próbálkozásnak előképzettség nélkül megenni tökéletes. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hogy együtt hangolódtunk az ünnepekre. Mi is köszönjük. Áldott békés karácsonyt kívánunk nektek. Áldott ünnepek. Kellemes ünnepeket nektek. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, hogy velünk tartottatok. Írjátok meg kommentben, hogy Szilvi vagy Kálmán házikója tetszett nektek jobban. Látogassatok el a karácsony.műpa.hu címre, és hangolódjunk együtt az ünnepekre. Sziasztok!